lehetünk. Hosszú-hosszú évekig Szentesi Lajos, a Lovas Egyesület tagja vezette, illetve hát hajtotta a fogatot. Sajnos ő már nincs közöttünk, de tiszteletből a felesége vállalta, hogy minden évben eljön és felvonul. Németh László szintén pónifogattal jön, családtagjai ülnek a pónifogaton. Kérem a következő művészek, népviseletbe öltözött kedves vendégek, már leszálltak a kocsiról, hiszen itt lesz majd szerepük. Mészáros István szintén gomiskocsival jött, ő az aratókat hozta. Ők is leszálltak, hiszen itt van majd szerepük, ahogy tetszenek látni. Nagyon sok szeretettel köszöntjük Mészáros István fogathajtót. És kérem a csoportnak, szíveskedjenek ide befordulni. Jenei István, akit nagyon sok szeretettel köszönünk. Megérdemlik a tapsot, ne tessenek sajnálni. Nagy szeretettel szeretném önöknek bemutatni azokat az erőgépeket, amelyeknek valamilyen szerepe van abban, hogy megteremjen a minden évi kenyerünk, tehát a búza vetésétől egészen az aratásáig. Olyan erőgépek sora jön, amelyért hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni a karcagi gazdáknak, és mindazoknak, akik segítségünkre voltak, hogy ez a felvonulás létrejöjjön. Elsőként szeretném bemutatni Kun József gazda családi vállalkozásában az első MTZ-t, amely búzaszállító MTZ és vezetője ifjú Kun József. Sok dolga fogadni. Már is egy hatalmas nagy szeretnék, egy John Deere erőgépet, kétesen kinek vetőgépet, Vas László a vezető. Bocsánatot kérek, Ternován József a vezető. Rába, talajművelő erőgép. A következő gépek bálázó gép, melynek vezetője László Imre. Igazán kora tavasztól késő őszig. Egy érdekesség, Nagy Miklós méhész, aranyokleveles méhész, 47 éve anyanevelő méhész. Saját gépkocsijához utánfutót kapcsolt, melyen mézpergetőt helyezett el. A méhész lezárt autójában, hát igen, félmeztelenül ül, és körülötte méhek röpködnek szabadon bent a kocsiban. Bocsátok a rendelkezésünkre. 800-as MTZ erőgép
Laguna de Turbi, melynek vezetője Vas László. Felajánlásában Dobrai Zsolt vezetésével MTZ 80-as körválázó. És most következnek a karcagi gazdák kis csoportjai. Elsőként szeretném köszönteni nagy szeretettel Németh Zoltánt, Fentraktort és Henke Nekével felszerelve. És még a teljesítmény. Ők követik Szabó László, Kettes Hidegy, Szabó László, közben is a közében, ezeket a körül tengerrel. Köszönöm, hogy a
Fazekas Miklós bocsátotta rendelkezésére a felvonulásnak, vezető Földér László. Őt is nagy szeretettel. A következő Bent 310-es bálátógép. Őt követő Suvai Nina támogatásával, Szabó Sándor vezetővel, válaszállító kerítési. Szakközépiskola képviseletében vezetője Hív Zoltán lovas fűfaszával. Őt követi Karcagi Fiatal Gazdák csoport, kis csoportja, 82-es MPG, vezetője Szendrei Zoltán. Barátaival. Természetesen
Hogy emlékezzek meg most önök körében az új kenyérről és azokról, akik az új kenyeret a kezünkbe adják. Azokról az emberekről, akik elvetik a magot, megművelik a földet, aratnak. Hogy emlékezzek meg a mollárokról, a fékekről, akik a kezünkbe juttatják azt a táplálékot, ami számunkra a legfontosabb. És úgy gondolom, hogy ebben a területen ez nem is olyan egyszerű dolog, hiszen az itt élő embereknek mindig meg kellett küzdeni ezzel a komisz földdel, ami nem kényeztetett el bennünket, nem kényeztetett el az itt élőket, az itt gazdálkodókat, de időről időre nagyon szépen megtették, amit meg kellett tenniük, és valóban a családok asztalára a kenyér jutott. Nagy-nagy köszönet ezért. Használjam ki a lehetőséget, és szeretném megköszönni azoknak a felvonulóknak a türelmét, kitartását, akik most bemutatták a múltat és a jelent. Tulajdonképpen ilyen nagyon-nagyon régen volt, amikor ilyen sok új gép is felvonult az arató felvonuláson. Köszönet ezért, és visszavárjuk őket a jövőben is természetesen. És köszönöm mindazoknak a munkáját, szervezőkészségét, akik ezt létrehozták. Köszönöm a Délini vezetőjének, igazgatóasszonynak, Kovács Katalin képviselőasszonynak, Kerekes Katalin képviselőasszonynak, bocsánat, a meleg már megzavart teljesen. Köszönöm Margónak azt a szervező munkát, ami egyszerűen kontrollhatatlan, Szepesi Tibinek az odaadó lelkesedését, amivel elkápráztattak bennünket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon-nagyon kellemes további szép napot kívánok mindenkinek, kívánom, hogy ünnepeljünk még tovább és jókedvűen együtt ezen a napon is, és még nagyon sokáig. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönjük szépen ezeket a szép szavakat, és tisztelettel felkérem polgármester urat, valamint igazgatóasszonyt, hogy mint minden évben most is a város zászlajára szíveskedjenek a soron következő 20. szalagot felkötni. Az egyik szalag a Városi Önkormányzat nevében, a másik szalag dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr. Ajándékaként kérem szépen, szíveskedjenek feltűzni. Ahogy tetszenek itt látni, van itt egy maroknyi csapat, akik ruhájuk is mutatja, mi úgy hívjuk, és ezért borzasztóan büszke vagyok is rá, mert 5 éve alakult ez a kis csoport, azzal a céllal, hogy felelevenítik egy kicsit a kézi aratás nehéz munkáit. Emlékezve erre a szülőkre, nagyszülőkre, amikor valamikor, nagyon régen, amikor még a gépeket szinte nem is igazán ismertük, vagy ismerték, bocsánat, és bizony kézzel aratták minden évben a gabonát. A csoport részt vett az idén is a Jászság, Nagykunság, Kiskunság kézi arató versenyén, ahol külön díjat kaptak a versenyben, illetve első helyezést értek el a vendéglátásban, és hát többek között Kun Józsefet szeretném még külön kiemelni, akinek nagyon nagy része volt szinte az ő tevékenységén múlott, hogy a birka pörköltel, amelyet nagyon-nagyon finoman megkőzött, a bográcsos ételek kategóriájában az első helyezést elhozta. És ez a kis csoport egy kis ajándékkal is készült, hiszen a héten jelentette be a televízió és a rádió is hírulatta, hogy befejeződött Magyarországon az őszi búza betakarítása jó és kiváló minősítéssel. Közel 4 millió tonna búzát takarítottak be a magyar emberek. Egy kicsit nekünk is részünk volt benne, valamennyi önnek, és hoztunk is abból a búzából, amit mi arattunk most ez évben, július 14-én Jászberényben. Kérem polgármester urat és igazgatóasszonyt, fogadja tőlük szeretettel csekély kis ajándékukat. Köszönöm.
így az egészet, vagy? Igen. Ó, nem. Csak a kenyér. Köszönjük szépen. A város kenyere lesz. A város kenyere, és kérem a további ajándékok átadását, addig én elvettem a kenyeret. Köszönöm szépen. És természetesen búzát is hoztunk abból a búzából, amit learadtunk. Hát nem olyan nagy zsákkal van, de én úgy gondolom, hogy ez jelképként kedvesség az aratók részéről. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves jelenlévők! Én ezzel a kis virágcsokorral jelképesen is szeretném megköszönni Kálmánné Margónak, hogy az arató felvonulást megszervezte, hiszen ő nyugdíjasként önzetlenül tette ezt, szolgálatba helyezte magát, és én már 20. alkalommal megszervezte az arató felvonulást, és én bízom abban, hogy ezt az alkalmat a jövőben még legalább 20 alkalom követi, és amíg csak kedve, ereje, bírja, én bízom abban, hogy ő lesz az arató felvonulás szervezője. Megkérem polgármesterület, legyen kedves átadni a csokrot Kálmán Imréné Margónak. Köszönjük, Margó! Éljen! Nem igaz, hogy nem vagyok meghatva, de nézzék el nekem, mert miért is ne. Folytassuk tovább a délutánunkat. A munka megvolt, akkor most úgy gondolom, talán jöhet a vigasság. Jöhet az öröm, lehet énekelni, lehet egy kicsit táncolni, és ha kedvük van hozzá, de ha nincs kedvük, jöjjön meg, és segítsenek be nekünk. Segítségünkre van ebbe, és első műsorszámként szeretném önöknek bejelenteni Ferenczi Béla nótaénekest, akit kísér Péntek József és Tőkés József. Kérem, fogadják nagy szeretettel! Tunkarcagon születtem, kis koromtól nagy bura minden, nevel nevelődtem, gyerek csontán kísértem, a garcagi egy utcán, még akkor is betekintem, a kis angyalom ablakán, még akkor is az a szememben, nem kacsintok a szememben, de vagyok sorozva, a karcagi nagy a szánya, nyitva áll a számomra. Elszántatom, elszántatom, a karcagi főgutcát, beteg bele, beteg bele, piros bűnből. Csak engemet szeretem, ha ez a bőfekem. Piros rózsát teremtem, minden szőke barna kislány, csak engemet szeretem. Sárga a csikó, sárga a gyerek. Most a tartat hozzád menni rajta, most a tartat véled beszélgetni. Itt van az idő, felkel a sírból. Most a tartat véled beszélgetni. Itt van az idő, felkel a sírból. Anyám, anyám, kedves éppen házunk előtt szépen muzsikálnak, engemet pedig visznek katonának. Házunk előtt
tennék, visznek katonának. Ne vigyenek engem katonának. Meghalsad a szívem a babának, meghalsad a babám gyönge szívem, ha engemet elrabolnak tőlem. Meghalsad a babám gyönge szívem, ha engemet elrabolnak tőlem. Csicsak rózsán hallom, micsoda régi nótát hallom, sejhajtígon bánom, micsoda csárdás penge az én primásom, hopp hát rózsám járja, eddigyön táncban, táncos lábam, ég a talpam túl meg, míg ezt a csárdás járjuk, de hogy halom meg, húzgat banda, megy áll a kedvem sarkam, túl meg a szoknya ebben, felhű fordulj, karomba várom, ezt a csuda csárdát, rogyási gyárom, húzzat banda, megy áll a kedvem sarkam, túl meg a szoknya ebben, felhű fordulj, karomba várom, ezt a csuda csárdás, rogyási gyárom. Köszönöm szépen! Tiszta menőt! Sok harcogi ember és hölgyörögi, legalább egy kicsit nótára fogadtunk volna, de hát a legközelebb. Köszönöm szépen Kálmáni Mordonak, hogy részt vettem a műsorban, és bízom tovább, hogy további kellemes nap lesz. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm! Köszöntjük szeretettel a Toporgók Tánccsoport, Toporgók Tánccsoportjának műsorát, művészeti vezető Kunni Nánási Mónika. Kísér a Pipás Népzenei Táncegyüttes. Állandó kísérőjük, és akkor helyezdjük a Pipás Népzenei Táncegyüttes. Bocsánat, hogy én felülfáradtam. Szólni közben, mert picit és megérdemli. Van, aki még nincs három éves sem. Kedves közönség, nyugodtan tessenek átbújni azokon a szalagokon, lehet közelebb jönni.
És már is követjük őket az Apollóra, művészeti vezető Benini Kecskés Anikó, és a kis tánc csoport műsorát kérem, szintén fogadják nagy szeretettel. És kísér a Pipás Népzenei Együttes. Meg a másik meggyalált. Húzd rá!
csinálják.